A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok! Köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit október 31-én, kedden 17 óra 20 perckor. Mai adásunkban egy összefoglalót láthatnak a határon túli magyar irodalom napjairól, majd ellátogatunk a színházba, ahol Szikora János igazgató számol be az új évadról, végül pedig az ötvártos forradalom és szabadsághoz tiszteletére rendezett szimfonikus koncert következik. Tartsanak velünk! Az irodalom és a képzőművészet összetartozik a Kárpát-medencei kultúrában. A két művészeti ág kapcsolódási pontjait elemezték a határon túli magyar irodalom napjai előadásaiban. Irodalmi helyzetjelentés itthonról és a Kárpát-medencéből. Imár a 24. alkalommal találkoztak a Vörösmarty Társaság székházában, a határon túli magyar irodalom napjain Székesfehérváron a hazai és a külhomból érkezett írók és költők. Eddig mindig érezhettük, hogy szükség van arra, hogy a határon túli magyar írókkal, irodalommal foglalkozzunk, hogy megismertessük őket az olvasóknak, de most azt hiszem, hogy különösen fontos ez. Egyrészt szeretnénk helyzetjelentést kapni tőlük, hogy ebben a rendkívüli nehéz helyzetben, ebben a világban, hogy élnek ők határainkon túl. Egyébként is nehéz, természetesen ezt valamennyien tudjuk, egyébként is nehéz a helyzetük, de hát most ebben a viharos környezetben, amiben itt élünk valamennyien, nyilván, hogy különösen. De hogy ők ezt hogy élik meg, és mit tesznek a szülőföldjükön, a határokon túl, azt hiszem, hogy meg fogjuk tőlük hallgatni, és egészen biztos vagyok, hogy nagy élmény lesz mindannyiunk számára. Igyekeztünk igazán változatos programot összeállítani, sűrű is lesz a program. De hát azért van a fáradozásunk és a reményeink is azért vannak, hogy jól fog sikerülni. Igaz képet tudunk adni a határon túl élő magyar írók helyzetéről, problémáiról és terveiről, mert azért azt higgyük el, hogy bármilyen nehéz is a sorsuk, terveik vannak, és nagyon komoly terveik, és meg is fogják valósítani, és hogyha mi ehhez valamivel is hozzá tudunk járulni, akkor azt mondhatom, hogy nem volt hiába ez a 24 alkalom, amivel itt vendégül láttuk őket. Lerner Zsolt alpolgármester köszöntőjében örömének adott hangot, hogy Székesfehérvár és a Vörösmarty Társaság a Magyar Irodalom központi helyeként ismét otthont adhat a találkozónak. Idén 24. alkalommal kerül megrendezésre a Vörösmarty Társaság szervezésében a határon túli magyar irodalom napjai. Ez egy nagyon fontos felvállalása és ápolása a Vörösmarty Társaságnak. Ugye nem csak az Erdély, hanem egyéb határon túli kortársidalommal, szerkesztőkkel, költőkkel, írókkal folyik disputa, folyik beszélgetés és eszmecsere, így a felvidéki, a délvidéki, kárpátaljai irodalombarátokkal, költőkkel és írókkal egyaránt. Egyre nehezebb azért, hogy jön visszajelzések itt a folyosói beszélgetések kapcsán is. Érzékeli az ember, hogy egyre nehezebb helyzetben van a külhoni magyar irodalom, és ezt meg mindenféleképpen fontos, hogy ezt itt Fehérváron, a Nemzet Történelmi Fővárosában ápoljuk ezt a hagyományt. És tulajdonképpen a Vörösmarty Társaságnak ezzel kapcsolatban a pár napra a magyar irodalom fővárosává is teszi városunkat. A rendező első napján egy kerekasztal beszélgetés keretében Szidiropulos Archimédesz, Korconai Katalin és Domonkos László, a Trianoni Szemle szerkesztői bemutatták a folyóirat új számát. Mindenek előtt kellő távolságot kell tartani a politikától, a aktuális politikától, mert az ritkán kedvez az olyan
törekvéseknek, amely például a trianoni szemle is szem előtt tart. Tehát azt, hogy olyan írásokat közöljön, amelyek valóban úgy tájékoztatják az olvasót, hogy ne érezze azt, hogy ő most kénytelen valamit elfogadni, hanem olyan írásokat tartalmazza a trianoni szemle már több mint 15 éve, amelyek valóban hozzá segítik ahhoz az embert, az olvasót, hogy kellőképpen tudjon tájékozódni és elfogadni mindazokat a gondolatokat, amelyeket közvetít a trianoni szemle. Domonkos Tamás kulcskérdésként tartja számon azokat a kapcsolódási pontokat, amelyek mentén igenis megvalósítható a magyar nyelv és irodalom súlyponti kérdéseinek megválaszolása. Ha mi így együtt összegyűlünk, annak mindig van egy nem csak szellemileg tápláló, hanem mindig van egy ilyen erősítő, legalábbis én többet magammal úgy szoktam megélni, egy ilyen erősítő jellege. Tehát tulajdonképpen én úgy érzem, hogy ha mi együtt vagyunk, akkor utána mindig úgy megyünk tovább, hogy hozzáadtunk valamit úgy az egészhez, és egy ilyen helyzetben valóban a íróknak és egy ilyen körnek a szava, az nagyon sokat jelenthet, és az erősítésre, meg egyáltalán az erőre, mint olyanra, arra most mindig is szükség volt, de most különösen szükség van, én úgy gondolom. Alkalmas arra ez a találkozó, hiszen számtalan helyre jöttek a Kárpát-medencében, hogy ezt mind megoldják mindenki megelégedésére? Szerintem igen, mert itt van egy nagyon tudatos, éppen idefele jövet mondta nekem Bobori Zoli, hogy azért mindig arra nagy gondot fordítanak, szerintem hosszú idő óta így van, hogy kiket hívnak meg ide. Tehát itt a válogatás olyan szempontból is nagyon tudatos, hogy nagyon átgondoltan olyan emberek kerüljenek egymás mellé, akik nem csak régóta ismerik egymást, hanem erre az erősítésre különösen alkalmasak. Tehát rendszerint olyan eszmeiséggel és olyan világlátással rendelkező emberek, akik ezt a fajta szellemiséget, ezt a fajta alapállást tükrözni tudják, és szerintem ezáltal válik alkalmassá ez a találkozó ennek a feladatnak a megvalósítására. A határon túli Magyar Irodalom napjai programsorozat második napján a Vörösmarty Társaság Kossuth utcai dísztermében ezúttal a Ciszterci Szent István diákja is figyelemmel kísérték az előadásokat, amelyeknek fő témája az irodalom és a képzőművészet kapcsolata volt. Nagyon örülök, hogy legalább két napig, másfél napig tudjuk folytatni ezt a programot. A mai napon talán egy kicsit inkább a képzőművészet fog előtérbe kerülni. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy az irodalom háttérbe szorul, hanem együtt, közösen az irodalom és a képzőművészet hogyan él harmóniában. És erről fognak különböző előadások hangzani, és remélem nagyon-nagyon érdekesek lesznek. A találkozó keretében bemutatták Fellinger Károly felvidéki magyar költő helytörténész Fertályos asszony című új kötetét, amelyben a székesfehérvári szobrokról szőtt gondolatait teszi közzé, Magony Imre fotóival dúsítva. Ünnepi helyre, Székesfehérvárra jöttem, és hát egy olyan évben, amikor ugye 200 éve van, hogy született Petőfi Sándor, Madách Imre, nagy megtiszteltetéssel jöttem, és ez az év szerény személyemnek olyan köteteket eredményezett, amik a képzőművészettel vannak rokonságba, tehát sikerült megalkotnom egy könyvet, ami festményekről szól, a másik pedig szobrokról, domborművekről. Lakner József, az Áron Nagy Lajos művészetbarátkör elnöke örömének adott hangot, hogy az irodalom mellett ezen a napon górcső alá kerülhetett a képzőművészet is. Határon túli képzőművészetet, hogyha tekintjük, akkor elsősorban a magyar, illetve a magyar származású képzőművészekre kell gondolnunk. Tulajdonképpen az az igazság, hogy ebből a szempontból meglehetősen egység van a hazai és határon túli képzőművészek között. Például az állak alakulás az teljesen ugyanaz a műtárgyak, hál' Istennek, valószínűleg, hogy az uniós
szabályok miatt szabadon államoltatnak, tehát hál' Istennek a nemzeti egységet maga a képzőművészet is kifejezi, hasonlóképpen, mint az irodalomhoz, és ezért gondoltam azt, hogy egy ilyen előadás beleillik ebbe a sorozatba. A két nap, amikor a hagyományokhoz hűen Székesfehérvár, a Kárpát-medencei kultúra, az irodalom és a képzőművészet központja lehetett, megerősítette, az értékmentés és az értékteremtés a 21. században is hozzásegíthet bennünket az összetartozás megőrzéséhez. A résztvevő irodalmárok idén is teljesítették küldetésüket, a magyar nyelv egyetemességének szolgálatát, és hitet tettek a magyar szép próza és vers fontossága mellett, itthon és a határon túl is. Indul az évad, a színházban készülődés a Benyovszky Musicalre, debreceni siker a Bohém élettel. Következzék egy beszélgetés Szikora János igazgatóval. Nagy tisztettel köszöntöm Szikora Jánost, a Vörösmarty Színház igazgatóját. Mielőtt az évadról beszélünk, mert most már az évad nyitón túl vagyunk, tehát tudjuk, nem eshetőségek vannak, hanem nagyon is kész elképzelések a következő időszakra. Először is én minden színház rajongó nevében boldog születésnapot kívánok. Köszönöm. Gratulálok. Hogy telt? Családi körben és ilyen szemlélődve. Tehát azért már nagyok a gyerekeim, és tulajdonképpen én csendben ültem, kocintottam velük, borozgattam, és néztem és hallgattam őket, ahogy tele vannak problémákkal, zajlik az élet mind a négynek. Illetve hát azért nekünk nagy családunk van, mert a feleségem két gyermeket hozott a házasságba, egy közös van, nekem volt három, úgyhogy azért ez egy elég nagy család. És hát nézni ezt a hat fiatalt, 20 évesek valamennyien, most kezdik az életet, tele vannak gondokkal, konfliktusokkal, de mégis mindegyikben ott buzog az életerő, és ezt úgy jó nézni. Igen. Tehát jó nézni az életnek a folytatását. Úgyhogy ez volt a szülinapom, és ugye én nagyon régóta egy boldog és kegyelt embernek érzem magam, és ez az érzés tulajdonképpen azóta se változott. Nos, hát ez nekünk is ünnep természetesen, hiszen idestova 10 esztendeje, hogy itt vagy a Vörösmarty Színház élén, és ezek nagyon fontos pillanatok nyilván az életedben. Nyilván ez felmerült a beszélgetésekben is eddig is, és ezen túl is így lesz, hogy egy rendkívül sikeres életpálya áll mögötted. Tulajdonképpen azt hiszem, hogy a jelen kortárs igazgatói, színházrendezői közül te vagy az, aki mindent elértél, amit el lehet érni ezen a pályán. Ugyanakkor most újra egy új műfajt, ebben az értelemben új műfajt próbáltál ki Debrecenben. Azt hiszem, hogy aki Puccini Bohém életét egyszer is látta vagy hallotta, az felejthetetlennek tartja, mert hogy ez így is van. Milyen tapasztalatokkal gazdagodtál, hiszen meg volt már bemutató? Gazdagabban jöttem haza, mint hogy oda mentem. Mert egy nagyon tömény egy hónapot töltöttem a Debreceni Színházban, fiatal énekesek társaságában, és egy nagyszerű tehetséges zenekarral és egy kiváló énekkarral együtt, és Puccini zenéjével. És valóban így van, ahogy említed, hogy Puccini zenéje annyira gazdag, annyira magával ragadó, hogy gyakorlatilag azon kapom magam, hogy éjszaka, amikor csönd van, hallom a zenét, tehát komolyan mondom, már semmi nesz nincs a házban, és hol szól a rádió? Hát sehol nem szól a rádió, a fejemben itt van a zene, egyszerűen nem tudom kiradírozni belőle, tehát ott kísér belém ivódott. Tényleg annyira lelkesült lettem tőle, nagyon-nagyon jó volt dolgozni. Régi álmom volt egyébként a Bohém élet, tehát én nagyon-nagyon szeretem ezt az operát, és régi adósságom, hogy előbb vagy utóbb összemérjem magam Puccinivel, vagy legalábbis, talán nem is ez a helyes kifejezés, hanem hogy valamit megpróbáljak én is hozzáadni ennek a műnek a befogadásához, és hát ahogy elnéztem a premier, meg az azt követő premier, hiszen 2 szereposztásban játszottuk, annak a közönségét, ez talán kicsit sikerült is, mert a magam kis finom rendezői
utalásaival vagy gesztusaival sikerült még közelebb hozni a zene tartalmát, a zene jelentését, átadni nekik azt, ami árad ebből a zenéből, és ebből a zenéből pedig a zene és az érzelem szeretete árad. Mennyire változik a rendezői attitűd egy opera, illetve egy színházi darab? Mennyiben különbözik egymástól? Hiszen egy avatott rendező számára én azt gondolom, hogy ez nagy kihívás. A zene az mindig egy nagyon jó ketrec, amiből nem tudsz kitörni. De ugyanakkor arra kényszerít, hogy valami olyan dolgot találj ki a kötöttségeim belül, ami a fantáziát sokkal jobban megerőlteti, mint hogyha nincsenek határok és nincsenek korlátok. A zenés rendezés az alapvetően más, mint a prózai rendezés. Mert a zene egyfelől egy nagy inspiráló tényező, másfelől pedig húz egy árkot, és akár tetszik, akár nem, azon az árkon belül kell haladni. Azon nem nagyon lehet, én nem így képzelem, hogy húzok mellette egy másik árkot. Tehát abba az árokba kell végig hömpölyögtetni a történetet, amit a zene kijelöl a számodra. No, jöjjünk haza. Hiszen megvolt az évadnyitó, ahogy említettem az imént, és úgy fogalmaztál, hogy ez lesz a legvidámabb évad. Ez a jelzőszerkezet egy kicsit megdobogtatta, én azt hiszem, a színházbarátok szívét, de mit is értünk ez alatt? Hát tulajdonképpen nincsenek nagy mögöttes tartalma, ezt úgy kell érteni, ahogy van. Tehát ez valóban egy vidám évad, talán vidámságával is tüntetve az körülöttünk egyre komorodó világ szörnyűségeivel szemben. Tehát most biztos a színház lesz az a hely, ahol nem azt kapja a néző, amit ha kinyitom a tévé híradót kap, hanem valamit, ami miatt azt érezzük, hogy jó élni. Most nézem a tévében a híreket, azt hiszem, hogy nem jó élni. De eljövök a színházba, innen úgy kell elmenni, hogy az ember azt mondja, hogy de azért mégiscsak van remény, mégis jó élni. Biztos vagyok benne, hogy minden köznapi ember számára is megerősítést hordoz majd ez a program, hiszen azért a koronavírus járvány az orosz-ukrán és most a palesztin-izraeli háború miatt azért van okunk aggodalomra. Ugyanakkor az, hogy vendégelőadások is érkeznek, azt hiszem, hogy ez megerősítés abban, hogy az eddigi produkciók, tehát a saját rendezéseid, Bagó Berci, Horváth Csaba és Cukor Balázs rendezései, a többi magyar, akiket meginvitáltatok, plusz a vendégelőadások, akkor egy teljes hibátlan kör ez. Igen, és ezzel is azt gondolom, hogy ez most egy kísérlet, hiszen a József Attila Színház, illetve a Pécsi Nemzeti Színház kiváló előadásai, egyébként hadd tegyem hozzá, ezeknek a vendégszereplése a Fehérvári Színház repertoárján, ez mindenképpen egy olyan színesedést jelent, amit önmagunkban nem tudnánk pótolni. És ugyanez fordítva is igaz, hiszen a József Attila, illetve a Pécsi Színház közönsége számára is mindenképpen egy színesebb, gazdagabb élmény, hogy megtapasztalhatják a Fehérvári Színház produkcióin, a kiváló színészeinket. Tehát ez egy kölcsönös nyereség, ezek a fajta koprodukcióból adódó vendégjátékok, és hogyha ez beválik, tehát hogy ezt a közönség is visszaigazolja, amit én itt most itt az irodában szépen elgondolok, akkor ezek a jövőben ismétlődni fognak. Várjuk már mindenképpen. Ugyanakkor azt is, azt a bejelentés azt hiszem nagy port kavar. Mindenki felkapta a fejét rá. Tehát mindenki felkapta a fejét, Benyovszky. A filmet nagyon sokan láttuk már, mint az én korombeliek legalábbis, élveztük is, hiszen egy fantasztikus életmű, ha úgy tetszik, egy vándorcsoda, Benyovszky gróf élete.
és hát most talán ebben elmélyülhetnek a fehérváriak is. Engem is meglepett, amikor a musical szerzői felkerestek, hogy olvassam, hallgassam meg ezt a művet, és volna kedvem a magyarországi ősbemutatót vállalni. És körülbelül az volt az érzésem, mint a Hadiknál. Tehát érdekes módon, hogy az élet így ismétli önmagát, hogy találkozok egy hőssel, egy fantasztikus karakterrel, akiről úgy valamit hallottam. De tulajdonképpen ki is az a Benyovszky, milyen élete volt, halványgőzöm nem volt róla. És elolvastam, utána néztem, és tényleg ledöbbentem arra, hogy mi minden fért egy ember életébe, már a 18-19. században, és őrület. Benyovszky annyit élt 41 néhány éve alatt, mint talán 10 ember együttvéve. De Benyovszky nem csak ezért érdekes. Érdekes a szabadság szeretete miatt, érdekes a korát messze meghaladó és előrelátó gondolkodásmódja miatt, és mindez együtt egy tehát tökéletes képlete annak, hogy egy ideális főhőse legyen egy regénynek, egy filmnek, vagy éppen egy musicalnek, most éppen egy musicalről van szó. No, hát várjuk, mondom én. Mit kívánjak a társulatnak és neked? Az, hogy ez a jó kedvés derű, amivel neki csaptunk az évadnak, ez az évad végéig kitartson. Az Alba Régia Szimfonikus Zenekar október 24-én a Vörösmarty Színházban köszöntötte 1956 hőseit. A koncerten Hamar Zsolt vezényletével Liszt Ferenc, Erkel Ferenc és Kodály Zoltán művei csendültek fel. Magyar Hősök címmel az 1956-os forradalom utóestéjén megrendezett nagyzenekari hangversenyén a magyar zenetörténet mestereinek műveiből válogatott programmal lépett közönség elé az Alba Régia Szimfonikus Zenekar. Az ünnepiest karmestere Hamar Zsolt Liszt díjas érdemes művész hangsúlyozta, az elmúlt időszakban Beethoven Egmont nyitánya volt az a dallam, amely meghatározta a nemzeti ünnepünket, mára azonban ez változott. Október 23-a azon ünnepeink egyike, amelyik nagyon erősen kötődik bizonyos dallamokhoz, hiszen tudva levő, hogy azokban a borzalmas, de egyszeres, mint azokban a gyönyörű napokban az akkori rádió Beethoven Egmont nyitányát játszotta állandóan egy folytában. Úgyhogy nekünk egyébként magyaroknak a Beethoven Egmont nyitány eltéphetetlenül ehhez az ünnephez kötődik. Ennek ellenére mi ezt most nem fogjuk játszani ezen a koncerten, mert azt gondoltuk, hogy talán még méltóbb az ünnephez, hogyha hát magyar szerzőktől játszunk, úgyhogy játszunk majd Erkeltől, Liszttől és természetesen Kodálytól. Nagyon fontos a próba folyamat. Miként élik meg a zenekar tagjai, hogy újra együtt dolgozhatnak önnel az elmúlt esztendő után, illetve hogy haladnak? Hogy a zenekar hogyan éli meg, hogy én újra itt állok előttük, azt nem tudom, talán őket kéne megkérdezni. Én nagyon-nagyon örülök, hogy itt lehetek. Fehérvár amúgy is nekünk ilyen félig meddig otthonunknak számít, nekünk a gárdon van egy kis házikunk, úgyhogy mi nagyon sok időt töltünk ott, és nagyon gyakran átjövünk ide Fehérvárra. Ez egy kiváló együttes, és nagyon-nagyon érdekes látni, hogy ez az együttes hogyan akar minden pillanatban egy kicsit jobbá válni, mint az előttiben volt. Tehát itt egy nagyon erős fejlődés érezhető, sőt hallható, és ebben a fejlődés történetben bármilyen kis mértékben is részt venni, az rendkívül izgalmas feladat.
Tehát tulajdonképpen otthonról hazajött, és mi is azt tapasztaljuk, hogy az új vezetés, illetve hát nyilvánvaló, hogy Dobszai Péter és Ruf Tamás jelenléte is sokat számít. Ugye Dobszai Péterhez azért különös baráti szálak fűzik, mármint a nagyapja okán is. Hát több okból is. Természetesen Dobszai tanár úr egyike azon fantasztikus entitásoknak, akik nekem elkényeztetett az élet, mert apám helyett apámnak tekinthettem őt. De Péterrel is egy különös kapcsolatunk van, ő egészen ifjú, még szinte pályakezdő sem volt, amikor ő odajött hozzám, hogy ő karmester akar lenni, és hogy ő tanulni akar tőlem. És akkor elkezdtünk együtt dolgozni, és hát egészen kiváló karmester lett, úgyhogy most már inkább csak ilyen, nem tudom, irigység van bennem. Megtapasztaltuk mi klasszikus zenebarátok, hogy átalakult a szimfonikus zenekari Székesfehérváron is. Ezek nagyon fontos pillanatok voltak Ruf Tamással, Dobszai Péterrel, Dobré Danival, Szabó Balázssal együtt. Én azt gondolom, Bújtor Balázs és Ilosvai Csenge is az élvonalat képviseli hegedű művészként. Milyen ez a zenekar? Miként látja? Hogyan lehet még egy szintet lépni? Ó, hát ez egy hosszú téma. Azt gondolom, hogy a következő nagy stáció az, hogy olyan módon váljon állandóvá az együttes, hogy annak tagjai többé-kevésbé ítéljenek. Tehát ne legyen vagy alig ingázás. Ez egy fontos következő lépés lehetne, azt gondolom, mert egy zenekar tulajdonképpen nem feltétlenül csak attól zene... Egyrészt egy zenekar az nem sok kiváló zenész egy időben, egy helyen, hanem az egy állandóság, ahol az, hogy a délelőtti próba után ők még együtt vannak, együtt kamaráznak, de akár csak együtt ebédelnek, délutánonként együtt csinálnak programot, ez mind-mind alkotó eleme annak, hogy ez valódi zenekarrá váljon, és nem pedig sok kiváló zenész egyszerre egy időben, egy helyen. Tehát ez lesz, azt gondolom, a következő lépés, és hogyha lehetek ilyen szemtelen, hogy valami fajta nem is tudom, üzenetet fogalmazhatok meg a város kiváló polgármesterének, akkor talán azt merném polgármester úrnak javasolni, hogy ez legyen a következő lépés. Ezt a sok fantasztikus muzsikust ide kéne kötni. És ennek számos technikája van egyébként. Az biztos, hogy óriási dobna ezen az építő munkán, ami itt elindult. Az idei ünnepen az első részben két lisztmű, a Le Prelude szimfonikus költemény és az Ádor zongora verseny, majd Erkel Ferenc reprezentatív ünnepi nyitánya és Kodály Zoltán nagyívű zenekari variáció sorozata csendült fel, amelyben a felszállott a páva kezdetű régi magyar népdalt dolgozta fel. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.